Sziasztok! Április 13-a, kedd van, és tulajdonképpen havazik. Nagyon túl sok mindent nem lehet odakint csinálni, úgyhogy így jelen pillanatban különböző dolgokra szeretnék eme videóban reagálni, válaszolni, egy kicsit információt adni róla, és kicsit beszélgetni róla, és bízom benne, hogy ebből azért egy egész jó beszélgetés ki fog alakulni a kommentek között, ugyanis nagyon-nagyon sok dolog az utóbbi időben nagyon-nagyon furcsa működik. De tényleg, tehát így nagyon furcsa. Kezdjük kapásból talán az elején, ami a legfontosabb. Tegnap este kaptam egy érdekes üzenetet, hogy az Audi játéknak a nyertese mit tudom én, milyen ázsiai, kínai, vagy éppen honnan származó lájkokkal nyert. Srácok, nem volt abszolút semmi kikötés abban, hogy honnan és miképpen kell összeszedni a lájkokat. Vannak különböző lájkgyűjtős csoportok, én is használtam őket különböző játékok során, nincsen kikötve, hogy nem lehet. Ezeknek annyi általában a feltétele, hogy a lájkért cserébe te is lájkolsz valamit, és így nemes egyszerűséggel szépen össze lehet gyűjteni több száz vagy akár több ezer lájkot. Aki ezzel él, az él, aki ezzel nem él, az nem él. Három dolog van kikötve összességében. Gyűjtsd össze te a legtöbb lájkot, oszd meg nyilvánosan a posztot, és ezzel meg tudod nyerni a játékot. Tulajdonképpen miután a kommentbe feltöltötted a képet. Tehát, hogy összesen ennek a három dolognak kell megfelelni, semmit többnek, és nemes egyszerűséggel nem kell különböző további szabályokat belevizionálni. Egy abszolút egyszerű kis játék, gyűjtsd össze a legtöbb lájkot valahonnan, valahogyan, ahogy gondolod, ahogy szeretnéd, lájkgyűjtős csoportokból, vagy bárhonnan. Rajtad múlik, hogy hogyan és miképpen éred el, ha az összes autós csoportot teleszpemeled vele, mert volt arra is példa, láttam már ilyen megoldást is, akkor olyan módon nyered meg, nincsen abszolút semmi jelentősége, nincsen kikötve semmi ilyesmi. Szedd össze a legtöbb lájkot, hogy aztán hogy oldod meg a másikkal szemben, az már a saját egyéni dolgod, ebből nem fogok semmi problémát csinálni. Tehát így ennyit. Egyébként a mostani játék BMW-re visszatérve, nagyon-nagyon jó, hogy ennyi induló van, viszont a megosztásokkal, srácok, nagyon el vagytok csúszva, és hogyha valakinek nem fogom látni a megosztását nyilvánosan, ami ki is van emelve, akkor nemes egyszerűséggel nem fogom ki fogom zárni, és nemes egyszerűséggel nem ő fog nyerni, hiába lesz nála a legtöbb like. Tehát ezért is van az berakva, hogy nyilvánosan tessék megosztani, mert hogyha nem látszódik, akkor nem. Ez a három aprócska kritérium valaminek meg kell felelni, semmi ördögi, semmi extra, tényleg legyen kommentbe feltöltve egy kép, nyilvánosan a poszt, és szedd össze a legtöbb lájkot. Ennyi az egész. Valahogy most ez a megosztás elcsúszott, tényleg közel kétszer annyi komment van, mint megosztás, sőt, majdnem háromszor annyi. Úgyhogy srácok, ezeket pótoljátok, még van rá bőven lehetőség. Hajrá, hajrá, nyugodtan, és tényleg gyerünk, gyerünk, mert egyébként meg nagyon-nagyon szép gépekkel indultok, nagyon változatos, ismételten a komment szekció, és nagyon-nagyon szép képeket küldtök be, tényleg vannak köztük egy-egy olyan, hogy wow, de jól néz ki, és ez vajon hol készülhetett, hogy készülhetett, van közte jó egy-két ismerős kép, van egy-két olyan kép is, akit ismerem, hogy ki készítette, de nagyon-nagyon tetszik. Szóval, ennyit a BMW játékról. A másik képek, ha már képeknél tartunk, ugye az utóbbi időben, mint láttátok, nagyon-nagyon sok helyen voltam, nagyon-nagyon összejöttek a dolgok. Nemes egyszerűséggel ennek köszönhetően egy kicsit torlódnak a publikálási folyamatok, tehát mit tudom én, a múlt het, nem múlt heti, most már előtte lévő heti Ácsi Motocrossból még van hátra egy-két album, amit szeretnék majd kirakni az oldalra. Ezzel kapcsolatban viszont már voltak
érdekes üzenetváltások, és ami ebben a legjobban zavar, nem is az, hogy érdekes üzenetváltások vannak, hanem az, hogy a saját személyes adatlapomra érkeznek ezek az üzenetek. Ugyanis az egy dolog, hogy valaki képet szeretne. Az egy másik dolog, hogy utána neki el hőzöngeni. És sajnos az utóbbi időben vannak hőzöngők, tehát most például előfordult az, nem akarom megnevezni az illetőt, hogy véget se ért még a nap, még haza se értem, de már kaptam engedélykérések közt az üzenetet, hogy hol vannak a képek. Így megnéztem, és így egyelőre leokéztem, tehát én nem foglalkoztam vele. Majd egy pár óra múlva válaszoltam meg, hogy most értem haza, megtettem le nyugodtan a cuccokat, meg ültem le a géphez, és akkor kezdtem el megnézni a képeket, és így neki el hőzöngeni tulajdonképpen nekem privátban, aztán tiltottam is az úriembert, hogy mégis mi tart abba ennyi ideig, hogy hazamegyek, felmásolom a képeket, aztán kirakom. Tehát így alapvetően hogy képzelem, hogy még nincsenek kirakva a képek? Tehát így olyan számonkérés volt, hogy az valami hihetetlen. Jó múltkoriban, még tavaly vagy tavaly előtti sztori most már volt olyan is, hogy valaki kiesett egy futam közben, és így futam közben rám írt kapásból, hogy hol vannak a képek, mert hogy ő kiesett. És így oké, de a futam még tart, és nem esett szükséggel, tehát így én még kim vagyok fotózni. Őt az nem érdekli. És most hétvégén is előfordult rallin, hogy kim vagyok, fotózok, és már képeket követelnek, hogy legyenek képek. Srácok, ez azért nem így működik, hogy kim vagyok, csinálok valamit, és akkor nemes egyszerűséggel a következő pillanatban már azonnal instant fel vannak a képek. Persze van az a technika, amivel azonnal fel lehet tölteni, meg van olyan technika, hogy azonnal wifi-n tovább küldi az ember egy másik embernek, aki szerkeszti és instant tölti fel, de az nem az a, nem ez a kategória, nem az amatőr szint tulajdonképpen, és nem ráadásul ingyen. Azt meg azért tegyük hozzá, mert egy ilyen gép azért egy kicsit komolyabb, meg azért komolyabb technikai háttér szükséges hozzá, meg a többi, meg a többi, meg a többi. Tehát így kicsit el kellene talán rajta gondolkodni, hogy mégis miért és hogyan. Mert én ezt még mindig csak hobbiból csinálom, tehát abszolút ez nem megélhetés, nem fő munka, nem semmi ilyesmi. És így nagyon-nagyon sokan tényleg kapok ilyen furcsa üzeneteket, nem is egyet, nem is kettőt. És tényleg az a baj, hogy a személyes adatlapra, nem is a fotós oldalra, hanem a személyes adatlapra találnak meg vele, hogy ugyan már legyenek képek, és miért nincsenek képek, és különben is hogy képzelem, hogy még nincsenek fenn a képek, mi az, hogy át van húzva a középső vízjellel, és így miért nem küldöm tovább neki e-mailbe. Az utóbbi időben az az érzésem persze, hogy van egy-két ember, aki nagyon el van varázsolva. Tehát így egy-két egyén van, aki nagyon-nagyon el van varázsolva, mert így oké, és kimegy az ember egy nap fotózni, vagy éppen most mind rábaring 2 nap. A második nap az nagyon-nagyon rosszul sikerült ráadásul, mert brutális szél volt, hideg volt, elég rendesen megevett, ráadásul vasárnap éjjel még mentem dolgozni is, és így nem is maradt rá időm, meg azért vannak egyéb dolgok is, amivel foglalkozni kell. Tehát nem csak a képek, és mint látjátok, azért az oldalon folyamatos a posztolás, folyamatosan van ez, folyamatosan van az, valamire mindig van lehetőség, és nemes egyszerűséggel az emberek abban nem gondolnak bele, hogy nem csak ők vannak, tehát az a ő neki mindent, és azonnal, és így hogyan? Tehát ha előtte szól futam előtt, hogy akar képet, akkor meg lehet beszélni, van rá lehetőség, hogy akkor odafigyelünk rá sokkal jobban, de akkor is azért elképesztő, hogy mégis az embereknek mi játszódik le a fejébe vajon ilyenkor. Tehát így hogy lehet azt elvárni, hogyha valaki valamit csinál, hogy az azonnal és mindenképpen is ott legyen. Tehát így
Mert hogyha azt mondom, hogy fel kérne fotózni hivatalosan, oké, és beszéljünk meg egy árat rá, és akkor oké, és vasárnap este átkerülnek az összes képet róla. De akkor ő rá külön figyelek. Viszont nem volt ilyen felkérésem kimondottan, tehát sőt, az igazság, szerintem az illetővel még nem is beszéltem egyébként személyesen kettő szót sem. Ami egyébként meg pláne furcsa. Na de mindegy. Úgyhogy ilyen szempontból srácok, türelem van bőven nálam anyag, az elkövetkező napokban bőven fog kikerülni, de mellette dolgozok, mellette van életem, mellette azért kell pihenni is, és örülnék, hogyha én fotózásból tudnék megélni, de remes egyszerűséggel a sportfotózásból jelen pillanatban azért nem lehet megélni, és az oldal se a sportfotózás miatt tart ott, ahol tart. Én azt csak szeretem csinálni, és nemes egyszerűséggel a minden más projektből lehet megélni, nem pedig a sportfotóból. Sajnálatos módon egyébként. Tehát én nagyon-nagyon örülnék, hogyha meg lehetne élni a sportfotóból, de nem igazán lehet ezen a szinten megélni. És hozzáteszem ezen a szinten. Mert hogyha az ember azt akarja, hogy megéljen belőle, akkor komolyabb pénzeket kéne elkérni, és azt meg nem akarják az emberek kifizetni. Miután jelen pillanatban van most már annyi médiás, mint az állat, és hogyha mindenkinek, most mondok egy X összeget, tehát mindenkinek fizetne az ember 5000 forintot, akkor egy-egy ilyen futamnak a média anyagának a begyűjtése simán lenne 50 000 forint, vagy 60 akár. Mert tényleg 10-12 médiás biztos, hogy most már van, és mindenki ebből pénzt akar szakítani, és így nem egyszerű. Na de viszont, kicsit folytassuk a témákat. Ugye a Rabbering az annyira nem sikerült, sajnálatos módon. Ez is miatta a fene azért elég rendesen tényleg, tehát nem örülök neki, hogy így alakult, nem örülök neki, hogy kikészített a szél, tényleg nagyon-nagyon nem tetszik. De van az a szint, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt bizony el kell engedni, és az, hogy reggel 6-tól délután 2-ig, fél 3-ig tomboló szélvihar van, az kikezdte az embert, ráadásul úgy, hogy fáradt is voltam azért eléggé, mert húzós volt az előző hét, és a szombati rábaring után még ugye beugrottunk Csikásztalira, autós találkozóra, ahol egy egész jó képanyagot sikerült összerakni, gyorsan. Aztán utána azt még publikáltam, és utána reggel 6-tól ismételten vasárnap a rábaringen voltunk, tehát maga a pihenés az mondhatni, hogy elég rendesen kimaradt, amit a mai napig is érzek, és nem tudtam magamat rendesen kipihenni. De annak ellenére próbálja az ember utolérni magát, és ennek köszönhetően is születik ez a videó, hogy egy kicsit legalább ilyen formán beszélgessünk. Apropó videó, maga a YouTube csatorna egyébként nagyon-nagyon szépen alakul. Szépen lassan érkeznek a feliratkozók, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki feliratkozik, és lájkol, kommentel, stb. 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 Így lehet elérni azt a célt, hogy előbb-utóbb ne Facebookon legyenek az élő közvetítések, hanem át tudjak térni YouTube-ra, mert sokkal jobb hangminőség és sokkal jobb képminőséget tud produkálni, és ez jelen pillanatban csak rajtatok fog múlni, hogy mikor és hogyan tudok áttérni erre a platformra. Ugyanis a feltétele az, hogy legyen meg a 4000 óra megtekintés, amivel szerintem abszolút nem lesz probléma, valamint az 1000 feliratkozó. Különös ilyen szempontból ez a szám, tehát így 1000 feliratkozóra kell hajtani, hogy meglegyen, és onnantól lehet mobilról gond nélkül streamelni. És ennek köszönhetően próbálom lehetőség szerint minél jobban megpörgetni majd ezt a csatornát, minél változatosabban összehozni a dolgokat nektek, minél érdekesebb anyagokat hozni. De ehhez az kell, hogy lehetőség szerint legyen 1000 darab vállalkozó szellemű emberke, aki
feliratkozik, és igenis aktívan nézi. Az, hogy van-e ennyi emberke az oldalon? Igen, van. Az, hogy ezt megteszitek-e? Az már egy picit más kérdés. Nagyon-nagyon furcsa, és sokat beszélgettem már róla emberekkel, hogy mennyire érdekesen működik a Facebooknak a közössége. Tehát maga a Facebookról átkattintani, máshova, blogra, YouTube-ra, stb. 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 Egy másik cikkre, akár csak egy sima cikkre, tehát mint például egy blog, vagy egy valami, az emberek nagyon-nagyon nem szeretnek, mert hogy azt meg kell nyitni. Ha a Facebookon van fenn egy poszt, ha Facebookon van fenn videó, azzal nincsen gond, azok nagyon-nagyon jól teljesítenek, de hogyha át kell kattintani, hiába jobb a minőség, hiába jobban szerkeszthető, azt nemes egyszerűséggel valamiért nem akarják az emberek megtenni, mert hogy jaj, macera, és át kell kattintani. És ha már macera, akkor ugye épp ez a bajotok, sokatoknak is a Patreonnal, visszajelzések alapján, hogy pluszba regisztrálni kell, amit egyébként három kattintásból lehet körülbelül megtenni, mert lehet Facebookkal regisztrálni, Google-re regisztrálni, simán regisztrálni, még valamivel regisztrálni. Tehát így van rá 4-5 féle opció, hogy mivel lehet regisztrálni, és hogy akkor inkább nem akarnak vízjel nélküli képet, eredeti méretű képet, mert hogy jaj, ez milyen dolog, de jelen pillanatban technikailag így tudom teljesen szabályosan és legálisan megoldani a képeknek a publikálását, hogyha valaki ilyet szeretne. És ezt értsétek meg, de ha minden jól megy, akkor novemberben meg lesz a fotográfus vizsgám, onnantól vállalkozás alapítás, és sokkal egyszerűsödnek a dolgok, lesz egy utalás, aztán kész. Ezt meg lehet oldani. Apropó Patreon. Sokan kérdeztétek, hogy mégis miért jó nekem ez a Patreon. Nemes egyszerűséggel ez egy közösségi támogatás, és nektek köszönhetően tudok különböző célokat majd megvalósítani. Ami ebből összeg befolyik, én azt próbálom lehetőség szerint minél jobban erre a csatornára, közösségre fordítani. Tehát például, hogy el tudjak jutni távolabbi helyekre, el tudjak jutni ide, el tudjak jutni oda, ilyen belépő, olyan belépő, napi ellátás, felszerelés, fejlesztés, stb. 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 Ugye az utóbbi időben elég sok minden elindult, tehát ott a TikTok csatorna, ott, itt a YouTube csatorna, Twitter, a Patreonoknak ott van a Discord is, tehát meg valamint ott vannak a Patreon üzenetek. Tehát így nagyon-nagyon sok rétű ez az egész, és nagyon-nagyon sok mindenre lehet fordítani. És egyébként most itt csatolnék vissza az előző témákra, tehát hogy mennyire különleges egyébként az ezres szám. 1000 feliratkozó kell a YouTube-ra, viszont hogyha lenne 1000 emberke, aki hajlandó havi 1 eurót áldozni arra, hogy én csináljam, amit szeretnék, a fotózást, akkor tulajdonképpen onnantól főállásba tudnám csinálni ezt az egészet, ugyanis havi 1000 euróval azért itthon is el lehet lenni. Viszonylag kényelmesen, és 1 euró meg is igazából a mai világban semmi. Tehát nektek 1 euró 300 forint havonta, amire van lehetőség. Viszont, hogy ezt ezren teszitek meg, akkor nekem egy havi megélhetés, és onnantól fogva tény és való, hogy akkor tudok a fotózásnak élni, és nem kell bemennem a munkahelyemre, és nem kell pluszba energiát arra fordítani, és sokkal többet és sokkal kényelmesebbet tudok veletek és egyeztetve fotózni, és nemes egyszerűséggel ez tök jó lenne, de ez egy kellemes távoli álom, ami majd kiderül, hogy egyszer meg lesz-e. Tehát így, igen. Csak hogy egyébként így a Patreonnak például van egy ilyen lehetősége, hogy ha mindenki 1 eurót bedob, akkor is kényelmesen meg lehet belőle élni. És akkor tényleg csak a fotózás része marad meg. Na de, viszont, hogy mégis mik a terveim most jelen pillanatban a YouTube-bal, tervezek három sorozatot, egész pontosan. Egy darab utcai autóst, egy motorost és egy versenyautóst.
Különböző egyéneket keresek, aki szeretné bemutatni a versenyautóját, kicsit beszélni magáról, bemutatni az utcai autóját, motorját, stb. 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 És hogyha esetleg ez érdekel, akkor nyugodtan az oldalon majd dobj egy privát üzenetet, és nagyon-nagyon szívesen megoldjuk a dolgokat. Ha minden jól megy, akkor ennek a héten már ki lesz az első része, és alapvetően mindegyikből szeretnék viszonylag elég gyakran posztolni, mert nagyon-nagyon sok különleges versenyautó van, különleges motor van, nagyon különleges utcai gépekkel mászkáltok, és alapvetően 10-15 perces kis beszélgetős videókat szeretnék összehozni ezekből, hogy be tudjátok mutatni a saját fejlesztéseiteket. Hogy éppen mit csináltok, éppen mivel jártok, éppen mivel motoroztok, merre motoroztok, hogy szeretnétek, stb. 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 Alapvetően van egy alap koncepció, és ezt szeretném mindenkinek továbbfejleszteni. Aztán kiderül, hogy hogyan és miképpen. Viszont ezt még neki kell állni és el kell kezdeni csinálni. De jelen pillanatban vasárnap óta olyan idő van, hogy az embernek abszolút nincs kedve kint lenni, nincs kedve semmit csinálni, és a mai nap is olyan, hogy ez se az a nap, ahol nagyon-nagyon kreatív lesz az ember sajnos. Úgyhogy igen. A YouTube dologról körülbelül ennyit, és szerintem így nagyjából végigértünk a témákon, amiket én szerettem volna jelen pillanatban most kifejteni. Nagyon-nagyon kívánok mindenkinek szép napot, várom kommentekbe a véleményeteket. Ne kíméljetek, nyugodtan írjátok le, hogy kinek mi a véleménye, hogy gondoljátok a dolgokat, kinek mi a terve, vagy éppen mi a véleménye. Ha pedig tetszik a csatorna, akkor iratkozzatok fel nyugodtan, lájkoljatok, diszlájkoljatok, mondjátok el a véleményeteket. Addig is a legjobbakat, Peti voltam, sziasztok!